felkérem tisztelettel és szeretettel dr. Csákány Csilla, a Románi Magyar Dalos Szövetség nemrég megválasztott ügyelnökét, aki idén Bárdos Lajos zeneszerzőt fogja bemutatni mindannyiunknak. Tisztelt meghívottak, kedves előadók, karmaik, énekkari tagok és zenekedői közönségünk. A Magyar Kultúra Napja alkalmazott arra, hogy nagyon figyelmet szentelünk az erdélyi magyar kultúránkra, dalos hagyományainkra, gyökereink, nemzeti tudatunk erősítésére, a mi egyzetség a Románia Magyar Dalos Szövetség céljaival is felmutatni és továbbadni voltunk zenei szellemi értékeit. A mai kórus hangverseny a felépő kórusok szolgálata között dr. Szimai Mese Bocsa és Simogam megosztunk önökkel néhány gondolatot az idén fordulók a tünetésre és irodalmi közösségére. Bárdos Lajos teljes életpályára átszívja a kórus muzsikával való foglalatosság. Tegyünk zeneket velük vagy sem, amikor Bárdos Lajos kórus művét hallgatjuk, az az érzésünk támadhat, hogy ismerjük ezt a zenét időtlen idők óta. A zeneszerző ugyanis megint az ősrégi magyar dallam kincsével és pár könnyen zeneszerző megoldással, kompozícióival a Mánderéhez szól. Halljuk, miként öltözheti fel gyakran áttetsző harmóniai palással a magyar dallamokat. A mostani hallgatóság számára is igen kifejezően érzékelteti, hogyan válik tündérjén ragyogóvá, vagy ha kell, fájóan bánatossá egy nyitóvá vagy történés sora. Kóros kompozícióival találkozhatunk templomban, koncertszínpadon, tábortűznél, fiamvászmon, családi köszöntők alkalmával, gyermekkorban is felnőttekben egyaránt. Azt hiszem, kevés alkotóval mondható el, hogy ennyire széles közönséget igyekezett megszólítani, és ennyire közérthetően tudott zenéket csinálni. Hallod-e Jézus hívását? Kérdezi Bárdos, a kolozsvári fölvészekben tenyálkod dalkör hangján. Ezt követően pedig aluljánkat, amikor megemlítette azt meg, az, aki Kodály Zoltán 126. Zsoltár, két szólamú bemutatását, valamint a Vezesi László új erzsébe Halló, Jézus, Jézus!